és mindjárt használjátokat. Szeretettel köszöntelek benneteket ez a Bonyolult nevű című könyv bemutatóján, a mind átjavított újabb régiek, Corelli Endre összegyűjtött versek. Farkas Zsolt fog beszélgetni, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én pedig a kiadó volnék, akinek nagyon nagy öröm egyrészt, hogy náluk jelenhetnek meg innentől a Corelli művek, másrészt, hogy ezzel a kötettel elindítottunk egy sorozatot, majd erről fog az ember beszélni, amiben reméljük, hogy előbb-utóbb a teljes életű, hasonló minőségű kiadásban elérhetővé válik mindenki számára, úgyhogy jó szórakozást kívánok a beszélgetéshez, és vásárolják meg maguk. Az elsők, akik láthatják ezeket, hogy ez gyakorlatilag másfél órája jött meg a nyomából, úgyhogy egy friss és meleg lehet szabolgatni. Köszönöm, hogy itt vannak. Jó estét! Jó estét! És mi pedig? Mind átjavított újabb régiek című összegyűjtött versek Corelli Endre. Hogy épül fel a kötet, milyen verseket tettél bele? Minden benne van ön, mit hagyták ki? Milyen struktúrája? Mert először is valami vastag, tehát mikor megláttam most kb. 10 perccel ezelőtt, akkor így gondoltam, hogy tudtam, hogy ilyen vastag lesz, illetve gondoltam, hogy vastag lesz, de hogy ennyire ez nem, mert jó kis ilyen jó minőségi papíron van, tehát hogyha nyilván fele vékonyságú lenne, akkor fele vastagságú lenne a könyv, de hát ez így, ez most ilyen. Kicsit így meg is ijedtem tőle, tehát mindegy, hát ennyi van. Ez igazából csak azt mutatja, hogy az ember túl sokáig élt már, mármint hogy én, és akkor összegyűltek ezek a dolgok. A cím az valóban olyan, hogy nekem is puskáznom kell, tehát egy kapásból nem tudnám megmondani, mi a címe a saját könyvemnek, mert összekutyulnám. És egyébként az előző könyvem az Országházi divatok, ott is mindig kell gondolkoznom, hogy mi is a könyvem címe. Ez tulajdonképpen egy loptam Kemény Zsigmondtól ezt a címet, illetve már volt egy olyan könyvem, aminek Kemény Zsigmondtól loptam a címét. Annak a regénynek, aminek úgy szól a címe, hogy Körképek a kedély láthatárán. Lehet, hogy nem pont egyből derül ki mindenki számára, de én ezt teszi nekem a legjobban, szerintem ez a legszebb magyar könyvcím. A szavak azok igazán szép 19. századiak. A struktúra viszont olyan, ami nekem nagyon megtetszett. Tehát van be egy, kettő, három és egy négy szótagú szó, és gondoltam, hogy nekem most már olyan könyveim lesznek, amik, vagy legalábbis olyan könyveim is lesznek, amik ezt a struktúrát fogják imitálni, tehát nem így, hogy 1-2-3-4, hanem kicsit így össze-vissza. És akkor addig variáltam, amíg egyrészt az cím leírja, hogy mi van a könyvben, másrészt pedig kihagyja ezt a szerkezetet. Erre te rájöttél volna? Erre senki nem jön rá. Tehát ez egy ilyen költői... Csak azt lehet tudni, hogy rengeteg ilyen számbűvészetes mágia van benne, tehát legkülönbözőbb az újabb verseknél is van a cím után társalva jó néhány szám, és mindenhol láthatók a számosságok extrém jelentősége. Igen, hát zárójelben mondanám, hogy szerintem verses kötetekről beszélgetni ez te lehetetlen, vagy fölösleges, vagy amit a festményekről beszélni, hogy tulajdonképpen mindenfélét lehet mondani, de verses kötetről beszélni az hát kicsit necces. Mindenesetre most, amikor néztem a tartalomjegyzéket, akkor az volt egy ilyen emlékezetes feles, hogy de hol a hetedik? Mert hogy 6 fejezetből áll. És hát igen, elég korábban logikai
ember. Ugye az első az egyetlen versből áll, annak nyilván kiemelt jelentősége van. Aztán van ugye komplet kötet, a Hölgy Erlén, az a harmadik. Van a Százas című, az a második. Igen, hát ezt találtam ki valóban, hogy az első én 6 könyvet, úgymond könyvet találtam ki, és az első az van egy Wojtyna Redivivus című, ilyen elég hosszú, Arany Jánosra hajazó, ilyen arszpoétika-szerű szöveg. A második az, kiválogattam a szerintem legműködőképesebb 100 darabot, abból, amit csináltam. A harmadik az a legújabb szövegeim, tehát amiket azóta írtam, hogy megjelent volna az utolsó könyvem, aminek az a címe, hogy Mennyit ivázok te, Úristen. És a negyedik az a Hölgy Erlén, az ötödik lehet, hogy nem így van, mindeste a Samunadrág című gyerekves könyv, azt bele suvasztottam, és a végén pedig a Maradékok. Tehát azok a szövegek, amiket még elviselhetőnek tartottam, illetve ha nem is tartottam elviselhetőnek, de így muszáj volt beletenni, mert tulajdonképpen ilyen dokumentumszerűen működhetnek. És hát ez a 6 könyv lett. Hát a 6, nekem a 6 jobban tetszik, mint a 7, pusztán ennyi az egész. Tehát ilyen nagyon tetszik ez a 6, 666 is. Van egy-két olyan szöveg, aminek ez a címe. És ezért lett 6. Kicsit ilyen ördögi próbáltam ezt így, nem tudom, stilizálni. Nem tudom, tehát most így hirtelen kitalálhatni dolgokat, egyszerűen csak teszik ez a szám, tehát én a hátból zongatom. Meg ugye a János jelenéseiben nagyon jól működik ez a dolog. Úgyhogy ezért gondoltam. És költészeti variáció is vannak a 999-tel. Igen. Igen, van egy ilyen szövegem, 99, tehát ilyen szövegeim vannak, hogy 999-666, és akkor ez egyrészt meg van fordítva, másrészt. Amikor elkezdtem, akkor tényleg 1999-ben kezdtem ezeket az írásokat csinálni, mármint verseket, és tulajdonképpen ezek így jöttek össze. De hát ezek mind játékok, tényleg jó mondott, hogy rengeteg ilyen számolás, számmal való szórakozás van benne, semmi egetverő jelentősége nincsen. Annyi talán, hogy ugyan elég sok hagyományos kötőforma van elég sok olyan vers, ami hagyományos kötött formában készült. Szonetek meg ilyesmi, kicsit rontott formában. De hát a többi meg nem, és mindegyiknek gondoltam, hogy valamilyen egyéni, kemény formát találok neki, és akkor az úgymond megnehezíti a csinálást, és az a tapasztalatom, hogy hogy az ember ilyen akadályokat épít maga elé a szöveg csinálása, vagy a szöveg szervezése, közben akkor, hú, de érdekes, hogy most verses kötetekről beszélünk. Körülbelül baromi elszoktam tőle, mert utolsó 4-5 évben csak én politikai jellegű beszélgetéseken vettem részt, zárója bezárva, tehát hogy... Mi? Ja, én tudtam követni, amit mondtál. Igen, tehát hogy minél több ilyen akadályt rak az ember a szövegszervezése közben, akadályt állít, vagy nem tudom, bőrget, szövegszervezési közben annál jobban jár a szöveg, meg maga az, aki csinálja, az is jól jár vele, mert ezek az akadályok olyan, tehát ezeket ki kell kerülni, vagy át kell vagy lépni, ugorni, vagy valamit kell vele csinálni, meg kell oldani ezeket a problémákat, és hogyha az ember nem... Tehát az embernek erre is kell figyelni, nem csak arra, hogy A-tól Z-ig, vagy A-tól Z-ig eljusson, akkor ilyen furcsa alakzatok keletkeznek pusztán attól, hogy az akadályokat felszámolja az ember menet közben, és ezek a számozások ilyen típusú akadályok akarnának lenni, tehát
úgy gondoltam el, hogyha mondjuk megadom, hogy mondjuk én a Hölderlin című könyvemben minden 9, tehát valami 9 van benne, 9 szótag, vagy 9 szakasz, vagy minden szövegben valami 9-es van, mert maga a Hölderlin is ennyi betűből áll, és stb. De ezek mind olyan dolgok, hogy normális olvasó ezeken átsiklik, és tegye is ezt. Még egyszer mondom én ezt, és sőt a kritikusok se vegyék észre, akkor ezzel fognak foglalkozni, nem azzal, milyen baromi jók a szövegek. Tehát, hogy meg általában csak előteszem, hogy azzal is szoktam foglalkozni, hogy mennyire írom át őket, stb. Tehát ez engem mindig nagyon bosszan, tehát igazából nem ezen kéne lovagolni, hanem azon, hogy mennyire ütősek alatt esetben a szövegek, vagy mennyire nem sikerültek alatt esetben, stb. De mindesetre, amikor ezeket csináltam, tehát ezeket a szám dolgokat így nem is kigondoltam, hanem így adódott, akkor, hogy fölmerült, inkább így mondanám, akkor örültem neki, mert tényleg tapasztaltam azt, hogy így hirtelen sokkal nehezebb lesz a szöveget megcsinálni. És akkor a szövegek nem lesznek ilyen könnyen folyósak, tehát nem tehát ilyen kicsit olyan dolog, mint hogy a sima terepen úgy unalmasan folyik a víz, viszont hogyha ilyen hegyhölgy van, meg ilyen akadályok vannak benne, meg sziklák, meg stb., akkor az olyan izgi lesz, izgalmas lesz, és sokkal érdekesebb egy ilyenbe hajózni, vagy nem is lehet benne ott esetben. Úgyhogy ezért találom ezt ki, és általában azoknak, akiket tanítok, mert 92 óta foglalkozom ilyen kreatív írás dolgokkal, azoknak ezt szoktam mondani, hogy ezt alkalmazzák, és jól fognak vele járni, mert akkor nem lesz ilyen egyenes futású a szöveg, hogy gyorsan elmondja, hogy mi van, hanem ilyen kitérők keletkeznek benne, ilyen hurkok, meg visszamegy, meg oldalt megy, meg kilóg, meg kifolyik, meg ilyesmi, és hogyha ilyen dolog így van szervezve egy szöveg, akkor szerintem a sokkal ízgi. Új ötleteket ad, csak úgy, mint a hagyományos poénikák. Tehát ott is a rím és a ritmus kényszere, hát ugye meg akarod azzal, hogy azt írd, amit simán akarnál. Tehát kényszerítve egy csomó más minden mondására. Ez a modern követészet, nem a régi prozódiai kényszereket alkalmazott, hanem más struktúrákat. Igen, hát egyébként a legnagyobbak azért olyan valami érdekesek, még Arany János vagy egy József Attila, mert pontosan ezek a rím kényszerek, illetve a formának, az előre kikalkulált formának van egy olyan kényszerítő hatása, hogy meg kell oldanom ezeket a dolgokat, és hogyha jól oldod meg, akkor egyrészt lehet az egésznek egy ilyen természetes beszéd jellege, mint például a Szabó Lőrinc azt nagyon viesen csinálta, vagy lehetnek így ilyen háborzongató érdekessége, hogy lehet érezni bizonyos József Attila szövegeknél, hogy maga az pofa is elcsodálkozhatott, amikor oda jutott, hogy... Tehát, hogy ő maga se gondolta volna, hogy ez lesz. És ez tulajdonképpen a rím kényszer, hogy így mondja, hogy a kötött forma kényszere hozza elő. Úgyhogy ilyen utóbbi időben gyakorlatilag csak ilyen úgymond kötött, ilyen hagyományos kötött formákat írok, mert rájöttem arra, hogy ez nekem nagyon izgat, hogy a fenébe lehet ezeket a dolgokat megoldani, és hogy ezek a megoldások milyen érdekességeket involválnak. Tehát olyan dolgokat írok le ilyenkor, hogy előtte még egy század másodperce egyáltalán nem volt így a projektemben, vagy a tudatomban ez a dolog. Tehát kicsit olyan az egész, hogy magam is néha elcsodálkozom rajta, mint hogyha nem én írtam, vagy nem én találtam volna ki, hanem valahogy így jött volna. Tehát most nem akarok ilyen izébe belemenni, de mint hogy látod, hogy az ember egyfajta médium, de mégis van egy ilyen érzés az embernek, hogyha belemegy ilyen érdekes megoldásokba, és hogyha mondjuk így nem a könnyebb megoldás felé megy el. Mindenesetre hosszú korszakok vannak, ahol egyáltalán nincs rím. Most, mint az utóbbi időben,
ez a, visszatértél volna a rímhez, és a hajnali részegség Szabó Lőrinc típusú dolog jutott eszembe róla, hogy, egy ilyen viszonylag prózás szöveg, de rengeteg... Nem, mint a kosztolány. Igen. Rengeteg prózás, de, rengeteg itt-ott nem, szisztematikusan, nem egyforgalmi szókasorok, szótak számok, stb. Amikor így beakad egy, ríma, az jobban ragaszkodik, és akkor erős ütös rímek. Ez az első darabban is, mint úgyhogy kicsit ez. De én benne meg a, az újabb fejezetben. Hát igen, itt vannak ilyen nagyon-nagyon régi dolgok is. Ebben a könyvben természetesen ilyen tizenéves koromban írt egy-kettő, amiket így kegyelemből benne hagytam. És akkor, hát akkor nyilván ez egy normális, én is pontosan úgy szocializáltam, mint valamennyiünk, hogy ugye iskolában irodalom óra van, illetve nem irodalom óra van, hanem irodalom történet óra van, és hát megtanuljuk ezeket a költőket, meg kell tanulni a verseket, József Attilától, vagy Radnótitól, vagy Petőfitől, stb. Adiból. És akkor az ember követi ezeket a mintákat óvatosan, ezzel semmi baj nincsen, ez nagyon helyes, ezt így is kell csinálni, másképp egyébként nem is lehet csinálni. És akkor utána jön egy olyan periódus, amikor, normális emberek elkezdenek ezzel kapálózni, és akkor átesnek a, mi van a ló túloldalára. Hát ez nálam baromira így, volt, mondjuk ilyen nagyon lassú esés volt, mert körülbelül ilyen 23-4 éves koromtól abba hagytam az egész irodalmat, és mert teljesen reménytelen tartottam, és akkor elhatároztam, hogy majd én, történelem szakos voltam, és majd én történész leszek. És akkor hát ez ilyen brutális, periódusa volt az életemnek, mert gyakorlatilag ilyen egyik, nem mondom, hogy depressziós lettem, de ilyen depresszív korszakaim voltak, volt, hogy így föl se tudtam kiállni az ágyból, meg minden, és igyekeztem én, meg érdekelt is tulajdonképpen a történelem, de hát nem, szóval ez reménytelen volt, és csak 5 éves ilyen kitérő után döntöttem el azt, meg tudnám egész pontosan mondani, hogy hol történt a akkori bölcsészkar a második emeletén, a melyik folyosó, melyik részén, majd egy emléktáblát kérem, hogy nem, tehát én nem, hogy abba hagyom ezt az egész cuccot, és elkezdek írni még akkor is, hogyha ez kutyának sem kell, és majd csak saját magamnak fogom csinálni. De annyira ilyen neofita voltam, ilyen, mikor elhatároztam, hogy nem fogok írni, hogy én jó emlékszem, itt van a Rajnai Jancsi barátom, akivel csoporttársak voltunk az egyetemen. Ezt lehet, hogy már neked mondtam, János, de ha nem, akkor most mondom, hogy például kifejezetten emlékszem egy ilyen jelenetre, hogy állunk ott a folyosón, és a János kezében van egy ilyen modern könyvtár, és emlékszem, hogy ilyen pink vagy ilyen pirosas könyv volt, hogy mi volt, azt nem tudom. Tehát egy ilyen volt a Rajner M. János kitűnő történész, akkor kitűnő kollégám kezében, és én emlék meg a hangomat is hallom a fülemben, amikor így ilyen kicsit megrökönyödve mondom neki, hogy te ilyeneket is olvasol, úgymond, tehát irodalmat is olvas. Mert én akkor baromira nem olvastam soha irodalmat se 5 évig, tehát ez egy ilyen kegyetlen, ilyen leszoktató periódus volt, tehát igazi függő voltam, ami azt jelenti tehát, ugye, ismerjük, hogy azok az igazi alkoholisták, akik nem isznak egy kortyot sem, ugye, mert annyira függő állapotban vannak, hogy tudják magukról, hogyha egy kortyot innának, akkor nem lenne megállás. Tehát én így voltam az irodalommal, hogy egy kortyot sem, nehogy visszaessek. És akkor ez így tartott egy ilyen 5 évig. Tehát mondjuk az amit az előbb mondtál, csak azt mondanám egy kicsit ezzel a kitérővel, hogy egy darabig én is követtem ezeket a mintákat, még emlékszem, még Nagy László is hatással volt rám. Van is egy olyan pici kis versecske benne, ami ilyen Nagy Lászlós teljesen. Az első versem az egy nagyon pirinszkis volt, az a Bölcsészkar jelenlét című
periódikájában jelent meg, de az annyira rossz, hogy ezt tényleg, azt nem tettem be a könyvben, megmondom őszintén, mert az a szupertelmes borgalma, elviselhetetlen. Tehát maradtak benne egy ócskán számomra elviselhetetlen szövegek, amiket nem fog megmondani, mert hát, hogyha másnak meg tetszik. Tehát egyrészt ez volt, aztán jött ez a szörnyűs periódus, és utána pedig elkezdtem csinálni, ugye, ahogy én gondoltam, és az is egyébként egy ilyen, hogy úgy mondjam, mintakövető periódus volt baromira, mert akkor azt csináltam, hogy mindent, amit láttam, annak az ellenkezőjét próbáltam csinálni. Tehát az is egy mintakövetés volt, tehát az se én voltam, hanem próbáltam olyan ellene tartani annak a 70-es évek beli fő diskurzusnak, a költészeti diskurzusnak, ami akkor nagyon, nagyon dominált, illetve nem, hogy dominált, hanem tulajdonképpen egyed uralkodó volt, tehát főleg ennek a Juhász Nagy Lászlós ilyen népi szürrealista, vagy nem tudom, ilyen őrült sok metaforával bíró, ilyen hosszú, partalan szövegek, azok olyan szinten irritáltak, és olyan szinten ellene voltam, hogy így tényleg ellene dolgoztam. De megmondom őszintén, gyakorlatilag a másik vonal, ez a polgári újholdas hagyomány sem tetszett igazából. Tehát én engem a Piniszki is idegesített akkor, és a Vörösnek csak néhány darabját szerettem. Már abból, amit megismertem, mert túl sokat nem ismertem, mert még egyszer mondom, hogy történelmi szövegeket olvastam 5 éven keresztül. És Petri? Petrit pedig ugye alig ismertem. Tehát akkor a Petri teljesen ilyen personal non grata volt, tehát tulajdonképpen kötetét nem lehetett hozzájutni. Pont akkor jelentek meg az első két kötet, amikor én nem éppen kihagytam ezt a dolgot, illetve a Tandori köteteihez sem jutottam így hozzá. Akkor igazából ezek ilyen direkt módon ezek a szerzők nem hatottak rám. És ez a nagy avantgárd hatásod? Igen, volt. És hát az ugye, ez, amit Zsolt mond, ez azt kell hozzátenni mindenképpen ilyen közlekedési rendőrként, hogy én évek óta már 10-15 vagy 20 vagy nem tudom hány év óta próbálok meg hát mindent nem, de sok mindent tenni azért, hogy ez a bizonyos magyar neo-avantgárd költészet, ez belekerüljön a kánon, vagy legalábbis valamilyen módon látszódjon, vagy látszódhasson. Ez egyáltalán nem történik meg. Ez az egész társaság 1960 és 1975 között Magyarországon alkotott magyar neo-avantgárd, ugye hát költők, de nem csak költők, mert ezek ilyen gezámkünstlerek voltak, tehát mindennel foglalkoztak, filmesek voltak, zenéltek, meg performanszokat csináltak, festők voltak, és tudom én, díszlettervezők. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag nem voltak benne, és mai napig sincsenek benne az irodalmi kánonban. Tehát egy Erdély Miklós, nem tudom, hogy kinek mennyit mond ez a név, vagy egy Szent Jóbi Tamás, vagy egy Hajas Tibor, vagy Najmányi László, vagy Balaskó Jenő, gyakorlatilag ők nincsenek benne a irodalmi beszédben egyáltalán. Tehát ők gyakorlatilag így kilettek penderítve, kilettek akorbólítva. Úgyhogy ez nekem egy régi szívfájdalom, és elég sok mindent írtam ebben a dolgokban, de ezeket sem ismertem természetesen. Mivel hogy ők egyáltalán nem is tudtak megjelenni. Tehát később utána néztem a dolgnak, hogy például a Hajasnak megjelentek versei, volt két ilyen nagy vastag antológia, már elfejtettem a címét, elég jó antológiák voltak, ezek mind a 60-as évek, 70-es évek elején jelentek meg, és abban az egyébben például a Hajas Tibornak például megjelentek versei, de Ennyi volt. Tehát összes többi szerző, akit elő felsoroltam, és még lehet a másokat mondani, a Lász Péter Színháza és a Bálint István például. Bálint István például megjelent egy kötetre, a Tartó és Franc. Tehát tulajdonképpen ezek a szerzők gyakorlatilag ilyen ismeretlenek voltak.
és számomra is természetesen, mivel, hogy mondom, én nem volt, egyáltalán voltam benne, nem hogy a kortárs, akkori kortárs irodalmat nem ismertem kellőképpen, csak a bevett szerzőket, hanem természetesen ezt a magyar neo-vanguardot sem, egyáltalán nem. De hogy ez mikor jött? Ez már akkor, hát akkor ez már a fordulaton. A fordulat után, igen, hát 80 körül, igen, 81, és akkor Erdélyen, meg itt van András Sándor például, nyugati magyar írókkal, meg a magyar avantgarddal, tulajdonképpen csak ekkor találkoztam személy szerint, például amikor az András Sándor, ami jó barátságba keveredtünk, ez 82-ben történt egy párizsi magyar műhely találkozón, és ott találkoztam, ott láttam először az Erdélyt, akiről fogalmam se volt, hogy kicsoda, csak jóval később esett le a panthoz, hogy mennyire nagy ember, nem mennyire fontos. Szóval akkor úgy lehet összefoglalni pályát kezdetét a 70-es években, hogy próbálkoztál néhány stílusokkal, de rájöttél, hogy ez nem a te műfajod, viszont irtozatos nehézségekbe került az, hogy és tulajdonképpen nem is sikerült a 70-es években, hogy megteremtsél azonnal, ráadásul indulóban egy saját műfajt. Meddig tartott ez a korszak? A 80-as években ott úgy érzed, hogy ott már rátaláltál valami megszólalás módra, technikára, ami nyilván akkor se volt kész, tehát jó lenne, hogyha egy ilyen ívet sikerülne húzni, mert hogy mégis ennek kapcsán, ugye, ahol tényleg tehát 69-es az első szám, ha jól emlékszem, a régiek közül, és hát 14-es az utolsó, tehát közelég. Ezt pedig belegondolni is borzalmas. Szóval, mivel hogy kicsit ilyen tudatlan vagy olvasatlan, vagy nem tudom, hogy mondjam, voltam, tehát nem voltam kellőképpen benne a kortárs irodalomban, illetve ez bonyolult, mert a kortárs és újjelens című folyamatokat, azokat a gimnazista korom óta, mikor rájöttem 15 és fél éves koromban, hogy én irodalommal akarok foglalkozni, ezeket megvettem effektív, és el is olvastam, tehát tulajdonképpen az irodalmi establishmentet, a bevett írókat, az elfogadott írókat, azokat, akikkel nem volt probléma, se politikailag, se poétikailag, azokat ismertem elég jól, és tulajdonképpen nem tetszett gyakorlatilag semmi, de úgy nagyra tartottam őket, mert ugye gyerek az nagyra tartja azt, aki ő is szeretne lenni, tehát egy ilyen elfogadott író, aki publikálhat ki. Én is nyilván ugyanolyan kis hívnagyom voltam, mint mindenki, én is szeretem, hogy úristen, egyszer megjelenek a kortársba. Csak hát ugye nem smakult a dolog, szinte semmi, de ezt már mondtam az előbb, ez furcsa, de így van. És akkor amiket csináltam, az ennek megfelelően, tehát még egyfajta saját hangszerűség is lehetett. Noha nyilván egy picit ennek a hatására, hogy nem tetszik a rendszer, tehát nem tetszik az a paradigma, amelyik az a poétikai paradigma, hogy így mondjam, amit így megtapasztaltam, ennek megfelelően hát nyilván egy kicsit ellene dolgoztam a dolognak, és akkor tulajdonképpen azt láttam, hogy mennyire reménytelen, amit csinálok, hogy mennyire egyáltalán nem passzol bele sehova, és akkor el is hozzájárult ahhoz, hogy meg külső okok is, amiket most így nem mesélek el, hosszú, mert hogy ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy gyakorlatilag abba hagyjam az írást. Aztán utána, amikor elkezdtem, akkor már ilyen szabadabb voltam. Tehát akkor már nem volt ez a minden áron való, hogy akkor is ellene megyek a fönnállónak, hogyha hatodika szakad. Úgyhogy akkor már talán így, mert akkor tényleg az volt az elgondolásom, hogy mivel ez nekem úgysem fog sikerülni, mármint az, hogy engem bevegyen a rendszer, kvázi abszorbáljon, tehát így magáért, tehát így belekerüljek ebbe a dologba,
ennek megfelelően aztán így megengedtem magamnak, hogy azt csinálom, ami jó esik. És aztán ez furcsa módon így át is jött, hogy dacára ennek a dolognak engem valahogy így kiadtak. Amin én baromi csodálkoztam, de akkor még 30 körül voltam, tehát akkor már ennyi szóval nem voltam egy fiatal gyerek. Abban az értelemben, hogy a körtök azok már ilyen korban, normális körtök már régen meghal. Legalábbis halál közeli állapotba kerül. Tehát így ilyenkor kezdeni az, akkor volt egy ilyen 70-es évek végén, volt egy ilyen, egész 70-es években is egy ilyen késleltetettség a dolognak, valami nehéz volt bekerülni a dologba, de aki bele tudott kerülni, azt valami módon észrevették. Tehát de te megjelentél mondjuk valamelyik, nem túl sok lap volt, ugye, de volt néhány. Valamelyikben megjelentél, főleg egy kortársban, az újírásban, az élet és irodalomban, és főleg ugye a mozgóvilágban, ami 76-ban indult, akkor te hirtelen, hogyha nem is olvasták el a szövegedet, de hirtelen leokéztak téged, hogy na, ez egy ilyen kezdőköltő, egy fiatal költő, és emlékszem, amikor bevittem ilyen szerkesztőségekbe, a dolgot is ott a legnagyobb csodálkozáson elfogadták, tényleg valamire csodálkoztam, akkor utána már ment minden, mint a karikacsapás. Akkor még volt a költészetnek lehetősége, amikor egyetlen kultúra is tér volt, és nagyjából mindenki ugyanarról tudott, ma pedig... Hát, ma ugyanez a helyzet szerintem, mint akkor volt, tehát nem a költészetnek volt jelentősége, hanem beszéd, ugye jóval kevesebb volt a beszéd lehetőség, illetve jóval bújtatottabban beszélhettek az emberek, tehát a költészet is arra lett használva, mint minden, hogy a fenébe lehetne valahogy úgy olyan dolgokat írni, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy ragyognak a csillagok, de közben mindenki arra gondol, hogy ruszkik hallanak. Körülbelül ez most nagyon egyszerűen fogalmazva. És ugye szokták mondani, hogy az akkori költői esteken, amilyen százak voltak, és stb. És a verses kötetek példány száma pedig 10 000, meg 15 000, meg ilyesmi volt. Nem mindenkinek egyébként. Hát ez nyilván ez nem azért volt, mert akkor az emberek jobban érdeklődtek mondjuk az irodalom, illetve az esztétikai értelemben vett irodalom iránt, hanem egyszerűen azért, mert volt az egésznek ilyen politikai felhangja, tehát tulajdonképpen a költők, mintha ugye így mondták volna el a véleményüket a fönnállóról. Vagy hogyha nem is mondták el, az olvasók szívesen beleértették mindezt a szövegekbe, és volt egy ilyen ellenállás hangulata mondjuk ezeknek az irodalmi esteknek, ami nyilván teljesen normális. Nem hál' Istenkedek emiatt, hogy így történik, de normálisnak tartom azt, hogy ez megszűnt, hogy úgy mondjam. Tehát mikor a politikai intézményrendszer kiépült, akkor hirtelen ez a politikai jelentőség az irodalom alól kicsúszott, és maradt ennél sokkal lényegesebb dolog, tehát hogy mi az irodalom, és mire jó az egész, ez sokkal lényegesebb minden politikai ügynél természetesen, noha ugye nem nagyon tudjuk mi emberek, hogy ez mennyire fontos. Úgyhogy én egyáltalán nem rógatnám az oldalmat ez ügyben, noha én is szeretnék a Népstadionban felolvasni verseket 75 000 évvel előtt, vezettek írtsák, ez lenne az igazi, de hát tudjuk, hogy mi a helyzet, nem így van a dolog, de ebben én ez is nem szívesen, egyáltalán nem akarok belenyugodni, nem is fogok. Másodszorban meg ez nem egy lefutott meccs, tehát hogyha már ez a futball metaforában élünk, hanem ez rajtunk játékosokon is múlik, hogy mi lesz a kifutására. Most még ilyen 0-8 az eredmény, 0-8 az állás, de innen szép a győzelem. Ja, most főleg az egységes kulturális térre gondoltam, hogy ez nagyon különbözik a maitól. Valószínűleg a politikai jelenség is, de nem feltétlenül tanulszik a szovjet rezsimhez, tehát Shakespeare idejében is ugye beegyezték, hogy a
a királynő, a Virgin Queen kihallatszik a palotából, úgy üvöltje nem esetnek, hogy maguk talán nem tudják, hogy második Richárd én vagyok. Egy-kettő ugye, hogy közben történt az információs robbanás is, tehát nem csak a rendszerváltás. Az biztos, hogy ma nagyon más a helyzet, nagyon más a figyelem szerkezet, nagyon más a könyvvásárlási visszakások. De sokkal több cím van. Nem csökkent a költészet jelentősége, olvasottsága, fontossága szerinted? Hát ez két dolog szerintem. A jelentősége az nem, hogy nem csökken, hanem a jelentőség az egy, az ugyanolyan élet fontosságú dolog, mint a víz, vagy a levegő, most ilyen ez a véleményem, illetve hát antropológiailag úgy vagyunk beállítva, hogy kvázi költőileg működünk, ugye, mint a Hölderli mondta, hogy költőileg lakozik az ember, és eleve abból, hogy úgy mondjam, folyamatosan ilyen költészetet nyomunk, aztán utána erről leszokunk természetesen, vagy nem mondom, hogy természetesen, nem. Ez a normális, hogy leszokunk erről a dologról, és csak néhányan próbálnak ehhez visszatérni. Én mindenki csak biztatok, hogy csinálja, tehát tényleg ezt nagyon őszintén mondom. Már mondtam az előbb, hogy ezzel foglalkozom, ilyen kreatív írással, és tényleg aki csak jön, az csak biztatom, hogy csinálja, és aki itt van, vagy meghívnak gimnáziumba, vagy bárhova, így mindenhol szoktam mondani, hogy hát benne van a három legjobb szórakozásban. Az elsőt nem mondom, a második nem jut eszembe, a harmadik pedig az írás. Mondjuk még a kajálás az legyen a harmadik, vagy a második, tehát még nem. Tehát ez a kettő egyszer, a foci is benne van. De egyéb művészeti ágak. Igen, tehát úgy értem, hogy a művészete való foglalatosság, hogy így mondjam, de tehát, hogy valamit csináljál, tehát ez valami. De a csinálás az passzív is lehet, hogy ilyen passzívan is lehet zseniálisnak lenni, tehát hogyha olvasok, akkor ugyanúgy a zsenialitásodat kell mozgass, mert egyébként nem értesz az egészből semmit, illetve megérted, hogyha okos vagy te, hogyha nem engeded rá a zsigeri idegrendszeredre a műalkotást, akkor ez csak annyi, hogy egyszerűen maximum megértettél belőle valamit, de, vagy műveltebb leszel tőle egy kicsit, de nem fogsz élvezni. Most az élvezet az egy zsigeri dolog, és minden nagy műalkotás így a zsigeri idegrendszerén piszkálja, vagy érinti meg, és nagy szövegeket befogadni, nagy zenei, stb. Mindenféle értelemben, én tág értelemben mondom a szövegeket, tehát egy képet, stb. Az ugyanolyan zsigeri örömforrás, mint egyéb zsigeri örömforrások, a szextől kezdve a csillagos, augusztus csillagos égig. Tehát, hogy ez minden emberben van potenciálisan, csak ugye a társadalomnak ez nem érdeke, hogy illetve azt hiszi a társadalom, nem tudom, ki kiszkelsz, hogy ez nem érdek az embernek, hogy ezt a folyamatos boldogságadagot megkapja. És azért folyik a nagy leszoktatás arról, hogy mi alkotásokkal foglalatoskodjunk, már iskola egy kőkemű romboló egy tekintetben, nem csak a művészetekkel, hanem a tanulással, mint örömforrása, vagy az új ismeretek beszerzésére, mint örömforrása. Nem az iskola, hanem ahogy csinálják, tehát az iskola egy roppant fontos. Ahogy csinálja az iskola, természetesen. Volt a költészetedben fordulat az idők során? Ezt említettem, csak ennyi fordulatról tudnék, ha belegondolok, így beszámolni, hogy egy idő után így lazább lettem, meg ilyen, így meg megengedtem magamnak sokkal többet, mint előtte. Abban az értelemben, hogy már nem akartam ezt a negatív megfelelést nem akartam tovább nyomatni, tehát hogy direkt ellene menni valaminek. Tehát tulajdonképpen amikor ezt így észrevettem, hogy ezt nem kell csinálni feltétlenül, hanem hagyni kell
magamat, hogy dolgozni, vagy hogy magamtól dolgozzak, és nem valami külsődlegességnek ellene feszülni. De például te, már bocs, hogy ezt így mondom, hogy te egyszer írtad azt szerénységemről, hogy rám a Nagy Lászlóék hatással. Emlékszel te arra? Hatással voltak. Emlékszel erre? Ez annyira felbosszant, és én nem emlékszel rá, majd olvasd a saját könyvedet, hogy azt írt a Farkas Zsolt egyszer, hogy abban a könyvében, ami az én dolgámmal foglalkozik, hogy rám a Nagy László, Juhász, már nem tudom, hogy kicsoda, tehát ez pont azok az emberek, akikről leginkább voltam irritálva poétikailag, nem emberileg, hanem poétikailag, tehát hogy pont az emberek voltak rám hatása, és mikor ezt olvastam, akkor ez nagyon bosszantott engem. Így biztos, hogy nincs. Inkább azzal foglalkoztam, hogy a... hogy ugye van ez az antitendencia, amelyről is beszéltél, és ugyanakkor a meghatározó hangok, a legnépszerűbbek, és itt tovább azok. Nyilván azokkal kialakul egy én. Na már pont ezt mondom, hogy tehát te abban a szövegedben én úgy legalábbis úgy értettem, hogy azt mondod, egy negatív na ezt mondom, tehát egy negatív hatás, és az is hatás. Tehát én tulajdonképpen akkor, tehát hogyha azt kérdezte, hogy milyen fordulatot érzékelek a saját dolgaimban, nyilván én nem vagyok a legkompetensebb ennyi szóval, de hogy mit olvasó, mert most olvasó voltam, kőkeményen olvasó voltam, amikor ezt a könyvet csináltam, tehát én nagyon csodálkoztam, meg meglepődtem, hogy miket írtam le, rengeteg dolgot nem is emlékeztem, elmentem volna mellette az utcán simán. Tehát, hogy ennyi fordulat mindenképpen volt bennem, hogy bizonyos ilyen negatív hatásokat is el tudtam engedni. Tehát, hogy ezzel aztán egy idő után már nem foglalkoztam. Tehát nem akartam minden áron rendre utasítani az egyéb kollégáimat, hogy milyen hülyék voltak hozzám képest. Szóval egy permanens fejlődés történet. Hát, szerintem... abszolút lény. Tehát teljesen. Tehát sokkal jobb vagyok, mint valaha. Össze nem tudnám hasonlítani. Tehát amikor Zsolt, te írtad azt a könyvet ezelőtt 20 évvel, 20. És aztán utána abba hagytad a vele való foglalatosságot, amivel teljesen egyetértek, mert Zsolt annyit foglalkozott a dolgaimmal, hogy az tényleg már annyit felét sem. Tehát, hogy ahhoz képest, tehát sokkal jó vagyok. Legjobb dolgaimat bőven azok után írtam, tehát a tündérhölgyet, vagy az ezelés álmat, meg a Samonadrágot, azokat, és így tovább. Most a kis parlamenti dolgomról nem is beszélve, tehát ezeket bőven utána írtam. Úgyhogy... és mi a... véleményed a kritikai fogadtatásodról? Lehetőleg jobb, tehát ennél jobbat nem lehet várni. Illetve én semmit sem vártam eleve, ezt már mondtam, hogy négyszer. És ahhoz képest meg, nem ahhoz képest, nem mindenhez képest. Szóval én bennem vagyok a legjobb, a legjobb 10-ben a kortársak közül, lehet, hogy 5-ben is benne vagyok, akikről olyanokat írtak, hogy a faladja a másikat. Úgy értem, olyan jókat írtak, tehát voltak persze nagyon, volt egy pár ilyen de azokkal se az volt a baj, hogy mondjuk úgymond rosszat írtak, hanem hogy azok ilyen személyeskedő, ilyen ad hominem szövegek voltak, hát azok mondjuk az rosszul esik. De tényleg úgy vagyok vele, hogy soha többet le nem írják a nevemet, én már akkor is túl vagyok szintetlen, hogy úgy mondjam, tehát teljesen meg vagyok elégedve. És egyáltalán nem, én nagyon kritikapárti vagyok, tehát igenis szerintem az triviális számomra, hogy nincs az, hogy primér meg szekundér szöveg, hanem szövegek vannak, amik vagy versek, vagy tanulmányok, vagy próza, vagy nem próza, stb. És akkor vannak jó szöveg, meg rossz szövegek, és kész, és aztán milyen műfaj az teljesen
olvasás szempontjából számomra mindegy, én ugyanúgy tudom olvasni a jó élvezettel az élvezett a szöveget, hogyha bármi filozófia vagy ilyesmi, tehát ezek a szöveget is úgy fogom föl, mint a költészetet, hogy nem is értek vele egyet, akkor is tudom élvezni, hogyha ha tudom élvezni. Hát, ha jó, akkor tudom élvezni, ugyanúgy, mint egy jó verset, nem tudom. 2150-ben fognak kukorerjendő verseket olvasni. 2100. Hányat kell még addig aludni? Mondom, antropológiai dolog, hogy az ember ilyeneket csinál. Tehát ez nem egy... Tehát ez mindig volt, mindig lesz. Persze, én, ezek annyira jók, ezek a szövegek, hogy ezeket biztos fogják olvasni. Tehát nem mindegyik annyira jó. De szerintem nem hogy fognak olvasni akkor az emberek, hanem hogy sokkal többet fognak olvasni, mint ma. Tehát egyre többet fognak olvasni az emberek. Előbb-utóbb lesz egy radikális oktatás struktúra átalakítás, amikor is ugye például az irodalomban fölhagynak majd az irodalom, nem irodalom helyett irodalom történet oktatással, ami most ugye megy, ezt mindenki tudja, hogy nem irodalmat oktatnak az iskolában, remélem mindenki tudja, hogy nem irodalmat oktatnak az iskolában, hanem irodalom történetet, ami egy teljes félreértés, egyszerűen egy tényleg emberiség elleni vétek, kincskereső kisködmönöket, meg antigonékat tanítani 16 éves, nem tudom hány éves ilyen ártatlan gyerekeknek, illetve lenyomni a torkokon ezeket a dolgokat, amik oldatlanul ellenást váltanak ki normális gyerekekből, tehát nem a fonhauza az jól ellenezte gyerekekről beszélnek, a snob kisgyerekekről, hanem a normális csepeli proli gyerekről. Tehát, hogy amikor rájönnek, akik rájönnek, hogy már nem tudom, hogy miért jönnének rá egyébként, csak úgy zárójelben, mivel hogy ugye ez politikai kérdés, és nem érdekes a végrehajtó hatalomnak se, a törvényhozásnak se maguknak, az aktoroknak, tehát a magyar tanároknak, hogy paradigma váltás történjen, tehát ez nagyon hosszú folyamat, de 2000, mit mondtad, 150, addigra már minden valami jó lesz, és ilyen a magyar futball is áti jó lesz akkor, de tényleg az a véleményem, hogy előbb-utóbb ugye mi az, hogy munka alapú társadalom, ugye ez a most a beszéd, ez katasztrófa, hát élvezet alapú társadalmat kéne létrehozni, tehát az emberek minél több másodpercben élvezik a kis csukszáros életüket, és a mű, aki műalkotásokat vesz be magába folyamatosan, vagy ugye folyamatosan nem, de sokat, az majd élve. Annak jobb lesz az életen, tehát az nem fog, sokkal kevésbé fogja fogni meg, sokkal inkább ki tud ebből a magyar panaszkultúrából evickélni meg. Tehát ez a Diogenész, hogy állj félre, mondta Nagy Sándornak, ezt mindenki ismeri, mert elfogad erről a napot. Tehát nyilván nem lesznek Diogenészek 200 év múlva se az emberek, de minden esetre sokkal inkább, sokkal kevésbé lehet majd őket szerintem azzal kampányolni, próbálni, hogy nem lesz gázáremelés, meg rezsicsökkentés, mint most. Tehát én ebben a szempontból rendkívül optimista vagyok, és azt gondolom, hogy egyre inkább fölfolják majd az emberek, hogy a jó élet, a görög értelemben vett jó élet, és nem akkor ezt szólt használni, hogy boldogság, tehát hogy valami ilyesmire kéne törekedni, és aki műalkotásokat vesz be, vagy tesz be maga elé, az egyszerűen jól él. Nekem ez a vélemény. Nem állítanám szembe a munkával. Tehát hát ez is a munka felfogásában éppen ez a legsősebb probléma, vagy a legsősebb, nem állítva az élvezettel. Jó, de az a munka, ami nem okoz élvezetet, az szerintem az nem oké. Tehát lehet, hogy az utcasertés is szisztematikusan ez van, tehát minél
hivatalosabb egy intézmény, annál unalmasabb. Például én többször vettem már részt ilyen, talán nem vagyok ezzel egyedül, ilyen szemészelés dolgokban, és például az annyira élvezetes, hogy nagyon. Tehát az tényleg, amikor így látod, hogy valami iszonyú dzsuva így megtisztul, kőkeménnyel, úgy utána leszakad a derekad, már így hajlószál, az effeti katartikus, legalábbis én így éltem meg. Tehát egyáltalán a munka ellen beszélek, hanem az érzelmetlen, hogy mikor lesz már, mikor megyünk már a hallgatókon. Szóval ez a munka, ez nem az. Még egy kérdést írtam ide magamnak, ami most így megfogalmazott bennem, és kíváncsi vagyok, hogy ugye nagyon erős az egész külépán költészetben a beszélnyelv hatása, és a te azon belül is a sajátosan a te beszélnyelv hatása, hogy nem rémett fel benned, hogy ez önmagában nem tud univerzálni, mondjuk kicsit nagyobb kulturális időbeli távolság már. Csak azért kérdezni, hogy menjek, mi a történetet foglalkozom. Igen, ez nagyon jó, amit mondasz, hogy lehet, hogy ez csak ma fogható jól, és 20 év múlva másképp beszélnek az emberek, és akkor majd idegesíteni fogja őket. Ez lehetséges különben. Például ugye itt van a szerkesztő asszony, a nagy Bogi, aki például az összes ilyen rosszul használt ikes-ige verziót így kijavította, de ő is persze hozzátette, hogy én persze állítsam vissza azt, amit gondolok, hogy vissza. És akkor tényleg iszonyúan mérlegeltem ezt a problémát, de most már ezt nagyon őszintén mondom. Tehát amikor írtam ezeket a szövegeket, tehát úgymond rosszul használtam a likesége ragadást, akkor ezt teljesen, sőt, azt így direkt élveztem, hogy ez mennyire frankó. Így. És a Boginak a megjegyzésére így elkezdtem nézni ezt így, ahogy kicsit te is mondtad, hogy valami ehhez hasonló, és pillanatban volt két-három hely, ahol kijavítottam magam. Tehát igazat adtam a szerkesztő AMA figyelmeztetésének, miszerint ez majd vagy túldott irritációt vált ki, vagy túl maníros. Maníros, ugye? Mert túlzottan, állandóan reagál arra, amilyen én vagyok, vagy amilyen az én önképem, hogy így mondjam. Tudta, reflektál erre a dologra, és nem kell mindig reflektálni. Most persze nem, mert ír egy darab verset, abban egyszer használja ezt a dolgot, és kvázi azzal kiteszi ezt a markert. Tehát kvázi, amit a festők odafestik magukat kicsibe, ezt mindenki tudja, ez egy ilyen ikonográfiai dolog, de hogy mindenképpen ne festd oda magad. Na most ugye ez egy ilyen összes, vagy majdnem összes cucc, és akkor mikor minden egyes szövegben benne van ez a kis jel, az lehet, hogy más sok. Tehát külön-külön még elmegy, de egyben sok. Aztán, hogy ehhez hogy fognak majdan viszonyulni, hát ezt nem tudom, mert végül is az a Zrínyi, Zrínyinek ez a befedez a kék ég, biztos talán többen ismeritek ezt a verset, így kezdődik, hogy befedez a kék ég, csak nem tudom tovább mondani. Ez a kis vers, négy soros versecskéje, ez nagyon régi, tehát 17. századi, és tehát hibátlan, noha. És Arany János hibátlan, szerintem. Tehát Arany János egyetlen a költő, aki hibátlan. Tehát aki nem, gyárilag nem tud nyelvileg hibázni, noha ott nyilván rengeteg olyan szó, meg olyan megoldás van, ami ilyen kötött. Viszont az ember, mikor olvassa, akkor érzi,
Én most az ember, tehát én, amikor olvasom a Halle Jánost, akkor érzem azt, hogy egyszerűen ez az ember, ez úgy volt megkonstruálva, hogy egyszerűen nyelvileg nem tudott hibát elkövetni. Tehát ami nem olyan jó, vagy ami unalmas, hogy hülyeség, vagy bosszantó, hogy ilyet leír, az is nyelvileg annyira hibátlan, hogy ettől így egyszerűen mindig így tényleg dobok egy hátasra, így mondjam. Tehát, de ez nagyon Arany János. És akkor tök mindegy, hogy ez mennyire elavult, illetve mennyire avuló a nyelvi anyag, illetve mennyire takarásba kerülnek bizonyos megoldások, vagy szavak, stb. Ezzel együtt bennem olyan emóciókat, olyan az érzékeimet olyan szinten stimulálja, hogy tulajdonképpen azt mondom, hogy működik, mivel hogy autentikus. Tehát, hogy érzem rajta a nyelvi megoldásán ezt az autenticitást, tehát így át, olyan erőben jön ki, hogy engem így át tud ütni, mint egy lövedék. Most nemrég voltam egy Babics konferencián, és ezzel a Petőfi és Aranynál foglalkoztam, Babics 11-es írásával, aminek ugye az nagyon gyorsan az egyik lényege, hogy Petőfi ez a kicsit ilyen publicisztikus és költőleg Svendrián, Arany az a tökéletes. Tudom, hogy téged irritál a Babics, de ebben speciál egyetértek van. Tehát ugye halkabb, és mint tudom én, tehát ős kicsit, ugye ellentétjük itt Babics és Adi ellentétjük is ebben a városban. Viszont, hogyha ebbe akarnál beletenni, akkor ez pont ebben a jellegzetességben, hogy ennyire a köznyelvihez közeli, ahogy inkább a Petőfi vagy. Megjegyzem, hogy ez a költőknek általában a véleménye, tehát hogy Arany sokkal nagyobb elecsülik volt a film. Szemben mondjuk a Petőfi az a költőnek az emblémája, ugye. Valószínűleg azért, mert az egyetlen 19. századi költő, aki kb. Képes úgy beszélni, mint a mai beszélt nyelv, amihez képest Arany is szerintem ez később nem, hogy meghökkentően beszélt nyelvi, tehát akár a mai beszél, főleg a prózájában, de a versében is, tehát ez kétségtelen. Hát ő tényleg olyan ilyen típusú zseni volt, tehát ő tényleg ijesztő, hogy mennyire jó volt, de mondom, az Aranynál más tészta, tehát az Aranynál érzem azt, hogy viszont ő tényleg egyszerűen, az előbb már mondtam, hogy egy olyan valaki, aki bármit csinál, fél álomba is, vagy csak oda nyúl valamiért, akkor pont úgy nyúl hozzá, hogy kell. Ez nagyon érdekes. A Petőfi az nagyon így ment előre, így akarta, csinálta, tudatos volt, sok pénzt akart keresni, jól is menedzselte magát, fantasztikus. A Margocs István könyvét mindenkinek ajánlom, hogyha jól akarsz szórakozni a Petőfi monográfiáját, abban annyira szépen leírja, hogy mekkora ügyes gyerek volt a Petőfi. De az Arany nem. Ő tulajdonképpen majdnem úgy szégyelte, csak úgy röstekedett, hogy most mi van, miért kell nekem ezt csinálni, a bajta, ami minden. De hogyha bármi oda tolt, akkor mindig annyit tolt, hát amennyi kell. Tehát hogy ez számomra ez az érdekesség. Az kétségtelen, hogy mondjuk ebben a szempontból, amit te mondasz, beszélj nyelviség vagy köznyelviség, vagy nem. Ennek az imitálása, ugye ebben lehet, hogy én nyilván nem Arany alapján vagyok, bár ha mindegy, arra is lehet nyilván beszélni. Nem vagyok egy nagy szakértő ebben a dél. Hogy az elején van rögtön ennek a redigibusznak, hogy aljé vagy jé a szembeállításban, amit mész bele. Ennek van egy íve, hogy a józsatok az való viszonyulás, hogy...
Igen, hát én ugyanúgy levők nyújtok a József Attilától, mint általában le van minden magyar ember, minden vers olvasó magyar ember nyűgözve. És mondom, az Arany A.J., Arany János és J. A. József Attila, ezzel játszom el ebben a dologban. Azért annyit mondanék mégiscsak, most már 8-at szóra, hogy hát a József Attilánál gyakorlatilag nincsen tökéletes versek, vagy szinte alig van. Utolsó egy-két évében írt olyan szövegeket, amik között vannak tökéletes szövegek. Éppen például az Arany című verse furcsa módon, az Arany János, hadd csellengünk hozzád, vagyonos atyánk, stb. Nem mondom tovább, az egy legnagyobb verse van József Attilánál. De ott azért mindenféle van kakabaka, ahogy mondják, de itt izgalmatlan, zseniális a dolog. De ellentétben mondom Arany Jánossal, aki ott esetben lehet, hogy nem lőtt akkorákat, mint vagy legalábbis, nem tudom, szóval nem feltétlenül, tehát Arany János, vagyis József Attila is lőtt akkorákat, akkorokolókat, mint Arany, csak hogy Arany nem, tehát annak minden átadása jó, na most maradjunk ebben a foci metaforában. Tehát, hogy lehet, hogy ugyanannyi gólt rúgtam, de József Attila elpasszolja, vagy nem néha, hanem nagyon sokszor, gyakorlatilag állna elpasztja a labdát, csak néha viszont úgy terjébe trafálja, hogy Arany János se jobban. Hát körülbelül ebben a futball metaforikában szeretném ezt így belevinni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, mindenki szeretettel olvassa ezt a... Jó, várj, de még itt nekem a lelkemnek kötötték, hogy olvassak egyet. Azt még kibírják? Jó, hát csak, ez csak ilyen, hogy meglegyen az van a módja neki. Mindenki jobban el tudja olvasni. Én is ráadásul, mivel hogy most van a kedvemben először, ahol kinyitottam, azt mondom fel. Ez egy ilyen ironikus hülyeség lesz. Szóval a keret és tükör, és nagyon régi szöveg, így szól. Ma egy bolgár költő lépett fel a műsor keretében. Sárga trikója volt, abban lépett fel, meg egy kék nadrágban. A nejlon zacskóját pedig, amiben a dolgait tartotta, kipakolta az asztalra, közvetlenül a mikrofon elé. Piszkosul tud zörögni egy ilyen nejlon zacskó. Mint ha valami rágcsálót tartana benne a zacskóban, és az rágcsálna a mikrofont, hát nagy zörgés volt, de zörgés közben azért lehetett néha hallani, hogy a bolgár beszél, a fordító sikoltozik, a zacskó zörög, és a közönség meg van elégedve. Így folydogált a műsor, és nem állt meg semmi. Na most miért ahol kinyitom? Húha, ez túl hosszú. Jó, akkor még egyet az ilyen, majdnem ahol kinyitottam, az rövidebb. Ez egy kis szonet, és az a címe, hogy álltam az árokparton egyszer. Álltam az árokparton egyszer az apámmal. Ez akkor van, vagy nincs? Ez akkor van, ha az ember régi kacatot közt rámul. A biciklit fogom. Mellettem áll. Közel a kerítéshez. Kinéz a képből. Jó néz ki. Csipkézett széle van a képnek. Sütött a nap, ez akkor van. Akkor még alaposan süt a nap, nincs semmi árnyék. Nézd be a kertben az apám, ilyet én kitalálnék. Egy gyerek áll az útszélén, most mondjam innen azt, hogy távol. Te szerettél volna csirkékre lövöldözni légpuskából? Köszönöm szépen!